Kedves testvérek, kijöttünk a pusztába. Elindultunk, hogy valahová megérkezzünk. Nem véletlen ez, hiszen most, amikor Szent Vendelre tekintünk, ő is elindult Skócia, Írország környékéről, hogy Rómába menjen, hogy ott elvonulva remeteként élhessen. Elindult, hogy Istennek szentelje életét, elindult, mert valami célt szeretett volna elérni. Mi is elindultunk. Többféle úton indultunk el. Voltak, akik autókkal jöttek. Voltak, akik biciklivel jöttek. Voltak, akik gyalogosan indultak el. Minden csoport valamilyen szinten más úton haladt, de mindannyian ide érkeztünk meg. Ide a kápolnához, most még egy romhoz, de ide az Isten házának romjához, Isten házának köveihez, ide az Isten oltárához, hogy ide érkezzünk, hogy itt lehessünk, együtt lehessünk, különböző utakon, de mégis egy cél felé. Ilyen a mi keresztény életünk is. Különbözőek vagyunk, valamilyen módon különböző utakon járunk, de mégis egy közös célt, a mennyei dicsőséget szeretnénk elnyerni. Úton vagyunk. Egész életünk egy úton levés. De vannak kisebb útjaink is. Kisebb céljaink, amiket szeretnénk elérni, de ahhoz is el kell indulni. Ahogy most is, ma is el kellett indulni, hogy ide jöhessünk. Gyakran, ugye azt szokták mondani, hogy mindig a kezdetek a nehezek, az első lépés a nehéz. Mi is elindultunk, mert szeretnénk valamit kifejezni. A keresztény ember nem csak hitével, szavaival éli meg vallásosságát, egész emberségével, testével, lelkével, és azzal, hogy mi most itt kijöttünk, ide jöttünk, kifejezzük, hogy most itt is elkezdődik valami. Ezt a kápolnát szeretnénk felújítani, és ennek a munkálataira is kérjük most az Úristen áldását, és ez is egyfajta elindulás. Elindulunk, elkezdjük a kápolna felújítását. Sok minden vár még ránk, sok mindent kell tennünk, hogy egy év múlva már egy szép, megújult kápolna mellett ünnepelhessük ugyanígy Szent Vendel remetét, az ő közbenjárását, segítségét. És sok mindent kell még addig tennünk, de el kell indulnunk. És ahogyan kellett az elindulás, hogy ideérhessünk, munkánk eléréséhez kell, hogy most elkezdjük ezt a munkát. De nem lehet csak mindent a magunk erejéből megtenni. Erre a munkára kérjük az Úristen áldását. Kérjük Szent Vendel közbenjárását. Segítsen, hogy az ő tiszteletére szentelt hajlék újból élő és a közösségnek egy szent helye lehessen, ahová nem csak egy romhoz lehet kizarándokolni, ahol nem csak egy romantikus környezetében lehet fényképezkedni, hanem valóban az egyházközség egy ima központja, ahova az ember kijöhet, töltekezhet, ahol imádkozhat, nem csak kint, hanem bent is, mert szeretnénk, hogy méltó legyen ez a kápolna, újból Isten háza legyen, újból szent hely legyen. Ehhez kérjük most az Isten áldását, ezért imádkozunk most, és ez a búcsi szentmise kicsit egy alapkőletétel, hogy megkezdjük most a felújítási munkálatokat, és sok minden fog itt történni az előttünk álló egy év alatt, és reméljük, Isten segítségével el is készül a külső felújítás, ami most belevágunk. És nagyon fontos, hogy így kezdjük el, hogy Isten segítségével szeretnénk ezt megvalósítani. Isten segítségével szeretnénk az Isten hajlékát újból méltóvá tenni, szépé tenni, hogy kicsit éke, dísze legyen ennek a pusztának, és ide az emberek ne csak morogva, bosszankodva jönnek ki, hogy egyre rosszabb állapotban van ez a kápolna, hanem úgy jönnek ki, hogy igen, ide jöttünk, imádkozni jöttünk, mert itt a pusztában van egy szent hely, az Isten háza, ahová el lehet jönni, ahol imádkozni lehet, ahol megtapasztalhatjuk az Isten szeretetét. Nem a magárahagyottság helye lesz ez a kápolna, hanem a megújulásnak, a szebb jövőnek a helye, megtestesítője. Ezért imádkozunk most, így kérjük az Úristen segítségét, és így építjük a szebb jövőt, hogy valóban meg tudjon ez a kápolna újulni, és mi is meg tudjunk újulni lélekben, meg tudjunk újulni Isten gondviselésébe vetett hitünkben. Az oltári szentséget, az eukarisztiát ünnepeljük majd.
Itt a rögtönzött oltáron a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé fog változni, mert ebből táplálkozunk, mert ez csúcsa és forrása hitünknek. És ezért is vettem fel az Eucharisztikus kongresszuson használt miseruhát is, hogy ez emlékeztesse, hogy igen, Krisztusból merítünk erőt. Az oltári szentség az, amely élővé, élettel telévé tudja tenni ezt a helyet is, ezt a kápolnát is, és egyházközségünket is. Oltári szentségünket, tehát hitünk erősödjék azáltal, hogy most útnak indultunk, és Krisztus segítségével újból és újból vele táplálkozva szeretnénk nem csak ezt a kis célt elérni, hogy a kápolnát felújítjuk, hanem majd valóban szeretnénk célba érni, ugyan külön utakon járva, ugyan különböző módon megélve hitünket, de mégis az egy közös haza, egy közös cél, mennyi hazafelé szeretnénk haladni, és szeretnénk oda eljutni. Ezért imádkozunk ebben a búcsúi szentmisében, így kérjük Szent Vendelnek a közbenjárását, így segítsen bennünket, mint remete, mint aki Írországból Rómába vándorolt, segítsen földi vándorútunkon, ne tévedjünk el, ne essünk a gonosz cselvetésének áldozataivá, hanem tudjunk célba érni, és egykor a mennyei hazában Szent Vendellel, összes magyar szentekkel és elhunyt szeretteinkkel együtt örvendezhessünk. Ezért imádkozunk, erre kérjük most az Úristen áldását. Amen.